Még egy dolgot megemlítenék a dagállyal kapcsolatban, hogy azt azért tudni kell, tehát ahogy mondtam, hogy körülbelül 6 óra telik el a dagály és az apály változása között, tehát ami azt jelenti, hogy dagály 12 óránként, durván 12 óránként van, illetve apály 12 óránként van, de nem minden nap egyformán. Az, hogy mikor van, az mindig tolódik, mindig körülbelül olyan 30-40 perccel tolódik naponta, hogy mikor van a dagály. Tehát, hogyha azt vesszük, most volt ma este 6 órakor is, meg ugye 12 órával korábban, körülbelül, akkor holnap azt jelenti, hogy olyan 3/4 hét körül várható megint a dagály, hogy eléri a maximális szintet, illetve az apály is. Ehhez mérten ugye 12 óra plusz 41 néhány perc eltéréssel jelentkezik. Hát nem minden nap ugyanakkor azt mondjuk, hogy na most este 8-kor kimegyek, mert dagály van. Ez nem így van, ez napról napra változik, mindig tolódik a hónap folyamán. Ez mindig tolódik, és mindig ugye ez pluszba értendő a változás, tehát 45-35 perc között idő intervallumban tolódik, ha nézzük naponta. Tehát mindig később van. Ha ma 8 órakor volt, akkor holnap 8:45 körül várható. Ezt így kell kalkulálni. Nem minden nap ugyanabban az időben van se apály, se dagály.